Másik, és mások, másáról kiborulják a
engedelmeskedve a jelszónak, mert hiszen az asztal is, meg a szamár is működött kifogástalanul és rendeltétesének megfelelőségben. Őket kamatoztató testvérek, nem testvérek. A harmadik öcsüket is ellátták, azt a hírigyeimé, amik voltak, a botot olyan gyakran kellett, hogy táncolgassa. Mert az irigység volt, mondta elfogadva, mert a három legény együtt kielégített sok éhes, évsóvár igényű ember, és ezek egyelőre nem rontották a dolgokat azzal, hogy elmesegjék másik. A botot viszont itt arra mulattak a szélesek tömeg is, mert az még a múltban sem tudta, hogy miért, és kit vernek vele. És jelenlegi hevettetés esetleg, hogy észrevehető volt, azzal a dologgal összefüggésben lévőnek, hogy az emberek meg voltak, hogy miért. De ez volt a szerencséjét, mert nem is kereste utat, ami visszavezet hozzájuk, de elhatározta, hogy táncról az eléletére, ő mozgatja majd mások lőslábait a hangadás ingerléseivel. El is verte a taktus, sok hártyabőrű és nagy felettük volt. Dobor, vonó, vonónak állt be a kordó, igazán nem a célrugalmasságú húrjai, mivel vagy madzak kordónak. Amikor már nagyon szép megmással kivelünk, azt is nézte, hogy kapkodják a lábában, hogy az emberek hangzalnak. Neveztette a szemét, nézte a táncolók lábát, míg a mennyasszony el nem panaszolta a násznagynak, hogy a bot kikezdte. A násznagy megpirongatott, amikor a bot ő tisztelt zsáknagynak szólította, nagyon kacagott. Szemet hunyt a bot minden tudatosságot. Ott is hagyták hamarosan a bújtőt. Elmentek együtt a közeli székes egyházba, ahol a nász majd beszerette a botot a orgonapedál egyik tartályába. Az orgonát egy Ausztráliából hazatért magyar ember hangolta létre. A sípokat átcsiszolta, a billentyűket kiegyensúlyozta, a pedálok betemedését szóvá tette. Valóban a bot, mint talpa a surlódás folytán, morajt hallott akkor, amikor a sípjából a hangot kicsalt. De nem ez volt a legnagyobb. Az az esztergályos työk, hogy lefaragja a talpakból a kiálló részt, az a legkisebb fiú, akinek ő egykor varázsos fürgeségű szolgája, sárknagya volt! És úgy tett a fiú, mint a gyorsan. Ő ugyan ügyögte, a kiazsák volt! A legény nem tudhatta, hogy a 24 egyforma talp közül melyik is szólókat kérdezik. Meg aztán az ausztráliai hangoló régi óceáni angolságot kevert az arról meg neurúságot, az esztergályos arra a sikorgó sisterző műhelyre kezdett emlékezni a lombik beszéd hallatán, arra a hőszűrés telepre, ahonnan a botot egykor ugyancsak szolálkozására sietett. Mikor munkát keresőként elutasítva már kint járt, fülében még a gőzgép hengerek, szeletek ugattak és sziszegtek, és ahogy a ködben a gyári szélén a hangját az FBI-ával azon sírva próbálta kivenni a körgondolatot, hát látta, hogy egy varázsló állt a ház tetején. Egyedüli lakójaként a telephelyének, műhelyével és házával egyetemben. Én utána, ha itt ott a botot, az suhogott, úszállt, és szeme előtt úgy került egy kosár onnan, és árba is szervett az ő hátára, hogy a nagy suhogásos rögle és szögletet zsákba kerülés után, törődés nélkül, de billentse az ő hátát, vállát, csak ráfüggeszkedett, hogy csinos kis kutipontjász! Szót értett az a legény, tudjuk, hogy a ilyen kitűnően megértett egy megtanult a jelszó használatát. Ott is korodott a késemet, és szépen a behemelézett száz csikolgása közöttek, a csipásár volt, rászolhatatok, amelyik köztetek a motocskámból kerüljön fel olyan fürgén és ügyesen a vállamra, mint egykor rég, meg ne nyekkedjen a hátam, úgy pascsanjon rá a puhán, hogy arról tudom én meg, hogy igazán az én botom! Felhúzott volt, és olyan jól akart elütni a legény vállára, mint régen egyszer a gőzgépek is szívott a telepén, amikor még a varázsló hajtott el. Felrebbent hát villám se esem esetlenül elmondani. És onnan nem tudott tovább menni, utolérte ő, a legesleg hosszabb csípon át a saját maga keltette hang. Ott kevergett ennek a hangnak a légörvényében, és még most is ott van, mert nem tud szabadulni a saját árnyékától, a hangbénységétől. Ott van ítélet napig, és hogy meddig? Ameddig a mesét van. Sorozza lejtve, mi ezt a cella vártja. Sorozza lejtve, mi ezt a cella vártja.
bót. Ott az a bót, az a bót. Ott az a bót, az a bót. Ott az a bót, ott az a bót. Ott az a bót, ott az a bót. Ott az a bót, az a bót. Ott az a bót, az a bót. Yeah.
ugye néki a gyönyörű szép.
megképzelt alak. Yeah.
bátorságon őt úgy ismerkedni mindenkinek. Utassága miatt mindig is a szíve és a gyomra útját járt. Neki jól jelezték, szeretik is jól adnak is. Nem kell hátnálkodni. De azért, az már más. De már sokat a bakasztal. Talán túl sokat is. Annyit, hogy ökölnek épp sok. Emlékszik, mi kicsides volt, ott húztunk a nagy mindig. Azokkal a Dunán túljákkal, meg a hegyen túlomáról. Amikor megpróbáljátok feltartóztatni a népvádorlás által a tengeren túlra taszított törzsek uniformizált és kultúrájának betörését. Az egyetlen megoldás, ha én kelet-európai roksámán veszem kezembe Európa kultúrájának ügyét. Mint Európa szellemi letéteményese, felhívom a tengeren túli dilettánsok figyelmét, hogy mielőtt barbár fércműveikkel erre az ősi kontinensre tennék a lábukat, mélyedjenek el az emberiség bölcsőjének kultúrájában, és tanulmányozzák a távol-keleti bölcsek műveit. My American friends, tengeren túli barátaim, Kelet-Európa veletek van. Őrizzétek meg függetlenségeteket! Ne hagyjátok, hogy a japán gazdaság és kultúra, mint százkalú parit tekeredjen rátok, és hogy a távol-keleti kultúra hétfejű sárkánya felperselje tradíciótokat és jövőtöket. Hajime! Hajime! Kicsubasa! Japán testvéreim! Kelet-Európa is kelet, akár csak japán. A magyar zene is pentaton, a rock zene pedig a keménység zenéje. A távol-keleti gongok hangzásából a legkeményebb rock zenét állíthatjátok elő kelet-európai módszerrel. Kelet-Európa művészei. Sziámi ikreim. Artisti, vastosi, Európi! Kelet-Európa veletek van. Óriási lehetőséggel előttetek. Páratlan kulturális hagyatékotok feldolgozatlan a jelenkor számára. Olyan kincses bánya van a birtokotokban, amely nyugaton nincs. Most figyelj, most jön a poén. Tehát ott van, amely nyugaton sincs. Mert ha lenne, már rég kiaknázták volna. Most Esperantóról fogom mondani, hogy világ szerzői. De ezt nem tudok Esperantóról. Világ szerzői. Kelet-Európa veletek van az idegen civilizáció kulturális inváziójával folytatott külső és a kulturális megújulásért folytatott belső harcotokban. Ez utóbbiról szólva szólítlak fel titeket, hogy csatlakozzatok a Vissza a Föld kulturális gyökereihez mozgalomhoz, melynek alapkövét ezennel szándékszom letenni. És hogy én még egy apró zenei kísérletre vállalkoznak ezúttal, akik esetleg a Zalmási téren tegnap már látták volna, azoknak már ismétlésnek tűnik a dolog, amit elmesélek. Bal oldalról Bernard Y. Sándor barátom egy festménye közeledik, egy rétegelt lemez festmény,
autó címmel, és ahogy ez a művészetben lenni szokott, ez az alkotás ihlette meg a fantáziámat, amikor is két művet komponáltam, egyet Here is mine auto, a másikat pedig Go Here Baby címmel, valamennyit Somogyi Citera dallamra, és jó oldalon vagyunk. Ez utóbbi fog most fölcsendülni, ismertetném a szövegét. Go Here Baby, I am Künstler. Go Here Baby, I am Kunstmann. Wir sind Artist, wir sind Sportsman. Dai 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 da da dai dai. Go here baby, I am Großmann. I am Großmann, go here Mädchen. Wo ist baby? Wo ist Mädchen? Szerzsom négyen, fájjon